Görgei Artúr az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik legismertebb alakja. Nagy csatáit, győzelmeit szinte mindenki ismeri, azonban életének nagy részéről nem szól a közbeszéd. Ezen videómmal szeretném egy kicsit jobban megismertetni Görgei Artúr életének izgalmas történetét. A Görgei család az egyik legrégibb famíliának számított a Felvidéken. 1256-ban említik őket először oklevélben. A család végig hűséges volt az Árpád-házhoz, majd első Anjou Károlyhoz is. Olyannyira, hogy a Rozgonyi csatában a család egyik tagja meghalt a csatamezőn, további négy pedig megsebesült. A 16. században a család evangélikus lett. Részben emiatt is a Habsburg-erdélyi háborúkban általában az erdélyi fejedelmek oldalán harcoltak. Görgei János Lengyelországban volt követett ökölinek, majd meghódolt első lipótnak. Azonban később visszatért a kurusz táborba, és a Rákóczi szabadságharcban a vezérlő fejedelem oldalán harcolt. A szintén János nevet viselő ükunokája 1793-ban hősi halált halt. Öt gyermeke volt, közülük a legidősebb Görgei György lesz majd nekünk fontos. 1809-ben részt vett a Napóleon elleni inszurekcióban, majd januárban rangon aluli házasságot kötött Percián Vienával. Házasságukat a Görgei család részben emiatt nem nézte jó szemmel. A család anyagilag teljesen megromlott a napóleoni háború utáni devalvációban. Ennek ellenére az örmény származású Percián Vilma 10 gyermeket szült férjének, akik közül Artúron kívül 3-an élték meg a felnőtt kort. Az 1818-ban Toporcon született Artúr, a 4 gyermek közül a harmadik volt. Édesanyjuk szigorú neveltetésben részesítette gyermekeit, valamint igyekezett megfelelő végzettséghez juttatni őket. A legidősebb Gidó például a Selmecbányai Bányászati Akadémia elvégzése után kamarai tisztviselő lett. A szabadságharc alatt az osztrák pénzügyminisztérium tisztviselőjeként dolgozott, és ott próbálta meg valamelyest képviselni öccseit. Artúr a kismárki evangélikus líceumban kezdett el tanulni, majd 1827-ben anyja betegsége miatt hazatért, és 2 éven át ápolta őt. Édesanyja halála után azonban visszatért Késmárkra, és ott kitűnő eredménnyel folytatta a tanulmányait. Bár tanár szeretett volna lenni, Villany György, a család egyik barátja, ingyenes alapítványi helyet szerzett Artúr unokatestvére számára a Tulni Utászkari iskolába. Ő azonban huszár akart lenni, így felajánlották Görgei Artúrnak a helyet. Görgei György levelet írt Artúrnak, és arról érdeklődött, hogy szeretne katona lenni. Görgei Artúr válasza rövid volt. Több érvet sorakoztatott fel amellett, hogy miért akar katona lenni. 10 évvel ezután Görgei azt írta bátyjának, hogy amikor apja a levelében feltette a kérdést, hogy akar-e katona lenni, rögtön megértette, hogy ez azt jelenti, katonává kell lenned. Mielőtt Tulnba került, be kellett lépni egy császári királyi gyalogezredbe. Görgei a Vasa gyalogezredbe került hadaprótként, majd 1832. november 23-ától kezdve a Tulni Utászkari iskola tanulója lett. Az utászképzés a monarchiában meglehetősen nagy hagyományokkal bírt. Az utászkart még 3. Károly szervezte meg. A teljes Habsburg birodalomban Tulnban folyt az egyik legszínvonalasabb képzés. Tanulmányait az ifjú Görgei itt is kiváló minősítéssel folytatta. 3. évben azonban megbetegedett, ezért nyáron kellett letennie a vizsgáit. Ezekből is az összes sikerült neki. A későbbi események tükrében érdekes, hogy Görgeit a stratégia és taktika tanára akarta megbuktatni, azonban a többi tanár unszolására végül átengedte. 28 tantárgyból legjobb, 6-ból jó minősítést kapott. Görgei már Tulnban nélkülözött, azonban apja helyzetét ismervén nem kért segélyezést. Tulni tanulmányai elvégzése után 1836-ban visszaküldték a Vaszágyarog ezredhez, majd egy év múlva Bereg megye ajánlására a bécsi magyar királyi nemesi testőrséghez került. Gyakorlatilag itt folyt a magyar királyság tisztképzése, hiszen aki elvégezte ezt az 5 évet, mind vezérkari tisztként, mind katonadiplomataként, majd csapattisztként el tudott helyezkedni. 1839. januárjában az uralkodó jóváhagyta a Haller Ferenc által készített reformjavaslatot. Májusban pedig már ez alapján folyt az oktatás, így Görgei tanulmányai egy részét a megreformált tanrendszerint végezte. Kortársaitól eltérő módon csak a tanulásnak szentelte magát, így nem halmozott fel hatalmas adósságokat.
A testőrségből sok kiváló magyar tiszt került ki, akik majd később szolgáltak a magyar szabadságharcban is. Görgein kívül elég csak Klapka Györgyöt megemlítenem. Ezen évek során egyre inkább több gondja akadt anyanyelvének használatával. Beszélni még tudott, de az írás nagyon rosszul ment neki. Ekkor ébredt fel benne a hazaszeredet, majd olvasni kezdte az akkori irodalom jeles alakjainak műveit. 1841-ben választania kellett, hogy ulános vagy huszár kíván lenni. Ő hazafiúi érzései következtében huszár lett. 1842. május 1-én a 12. Nádor huszár ezredhez lett vezényelve. Ez az ezred jászkunsági kiegészítésű volt, így ez mondható a leginkább nemzeti huszár ezrednek a birodalomban. Az ezred előbb Felső Ausztriában, majd Csehországban állomáshozott. Arthur a csapatszolgálatot azonban annyira nem szerette. 1843. májusában elhunyt édesapja, Görgei György. Arthur ezután pedig úgy érezte, hogy már semmi sem köti a katonai pályához. 1845. májusában bejelentette bátyjának, Gidónak, hogy kilép a seregből rangja megtartása nélkül. Ezután egy ideig nem tudta, hogyan tovább. Megfordult a fejében, hogy ügyvéd lesz, de végül Rössler Gusztávra, a család egyik régi barátjára hallgatva, elhatározta, hogy vegyész kíván lenni. 1845. szeptemberétől Európa egyik legrégibb egyetemének, a Prágai Károly Egyetemnek kémia szakán lett hallgató. Itt József Rettenbacher vezetésével a kókuszdió illóolajait vizsgálta. Ebben komoly eredményeket ért el. Ő írta le először a laurinsavat a kókuszsírban. 1846. novemberében az egyetem két éves ösztöndíjat szavazott meg neki. Nagyon beleszeretett a kémiába, hiszen István öcsét is Prágába akarta csábítani. Annak ellenére, hogy a Pesti Egyetemen sikertelenül pályázott egy katedrára, Rettenbacher szerzett neki egy asszisztensi állást a Lembergi Egyetemen. A professzor házánál ismerkedett meg Adèle Oboennel, akit március 29-én feleségül is vett. Az esküvő után előbb Bécsbe, majd Pozsonyba, onnan pedig Toporcra utaztak. Itt fejezi be a Kókuszolaj szilárd és folyékony zsírsavai című szakdolgozatát, amit elküldött Rettenbackernek, aki gondoskodott két szaklapban való publikálásáról. Ő volt az első olyan magyar kémikus, aki nemzetközileg is elismerést szerzett. Kémiai ismeretei is hozzájárultak ahhoz, hogy később ilyen komoly pályát futott be. 1848. május 26-án elhagyta Toporcot. Ekkor azonban még nem tudta, hogy katonai vagy tudósi pályára lépjen. Miután Eötvös József elutasította a vegytani tanszékre való pályázatát, a tiszti út mellett döntött. Júniusban, tehát ennek megfelelően jelentkezett a honvédségnél.